Van egy hely Sárospatakon, ami tulajdonképpen egy borozó. Viszont ha úgy vesszük, nem csak egy hely, ahol a világhírű tokai borokat lehet kóstolni. Egy fiatal házaspár álma, talán élete is lesz. Minden gondolatuk a bor, a kultúra, a közösségek mentén zajlik, hiszen egy helytörténetileg is fontos épület lett a kiszemeltjük, amelyben már több kiállításnak is helyet adtak. De beszéljen a tulajdonos arról, számára mit is jelent a bor és kultúra kapcsolata, mindenek előtt viszont essen szó a kezdetekről. Ez nagyon fontos információ az, hogy ez egy családi vállalkozás, maga az épület is, illetve a vállalkozás is a családunk kezében van. Ezt ketten a feleségemmel álmodtuk meg, mind a ketten borászok vagyunk, borász végzettségünk van. És hát rövidebb, én egy picit hosszabb ideig a szakmában is dolgoztunk itt Tokaj-hegy alján, és amikor megismerkedtünk, felvetődött bennünk az az ötlet, hogy itt Sárospatakon egy közösségi teret, egy borbárt kellene nyitni, illetve hát akkor élte ennek a reneszánszát ez a dolog. Két évvel ezelőtt ugye Budapesten nagyon sok ilyen borozó borbár nyílt mind a mai napig, és nagyon megtetszett nekünk ez az üzleti koncepció, az, hogy borértőek lévén tudunk borokat ajánlani, borokat bemutatni itt a sárospatakiaknak, illetve hát a turistáknak is természetesen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy hiánypótlás történt meg akkor, amikor ez megnyílt 2015. júliusában ez a hely. Szerencsére a visszajelzések azt igazolják, hogy ez az ötletünk, ez az ideánk, ez célt ért. Mind a mai napig megerősítést kapunk a vendégektől, hogy nagyon szeretnek ide járni, és nagyon tetszik nekik ez az egész koncepció, ez az egész gondolat. A bornak, tudjuk, Tokaj-hegy olyan óriási tradíciója van, de magának ennek a belvárosi épületnek is. Véletlen hozta, hogy pont a Ködöböc ház lett, vagy szándékosan? Nem, igazából ez körülbelül 2013-tól datálódik ez az egész folyamat, akkor már elkezdtünk kifejezetten erre az üzleti vállalkozásra olyan teret, olyan épületet nézni a városban, ami alkalmas lenne rá. Több helyszín is szóba került. Végül egy teljesen véletlen során édesapám látta meg ennek az ingatlannak a, vagy ebben az ingatlanban a lehetőségeket, és felvéve az akkori tulajdonosokkal a kapcsolatot, igazából egy pár hónap alatt sikerült megvásárolnunk ezt az ingatlant. Ugye nagyon sok olyan története van ennek az épületnek, nagyon sok kedves emlék fűződik hozzá, mind a sárospatakiak részéről, mind pedig az innen elszármazottak részéről, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy bejönnek ide a vendégek, és elcsodálkoznak, hogy az akkori Ködöböc ház, amit ők ismertek, mondjuk évekkel ezelőtt, hogy mivé vált, milyen helyszín lett most, és szerencsére a visszajelzések alapján büszkék rá. Ugye a Ködöböc professzor úr az 50-es évektől lakott itt családjával, és nagyon nagy lokálpatrióta révén sok tanítványa, pedagógus kollégája fordult meg ebben az épületben, ezért egyfajta ilyen kulturális központ is volt mindig is itt a fő utcán ez az épület. Én azt gondolom, hogy méltó visszük tovább az ő emlékét, ugye hát a táblája mind a mai napig kint van a homlokzatunkon, és azt gondolom, hogy büszke lenne rá, hogyha látná, hogy ugyan nem lakóházként, hanem egyfajta üzleti vállalkozásként, de mindenképpen a sárospataki szellemiségnek megfelelően visszük tovább ezt az emléket. Hogyan, milyen formában teljesedik ki a bor és kultúra nálatok? Igen, hát ugye a bor és a kultúra az kéz a kézben jár, szokták mondani. Azt gondolom, hogy
Először is a bor volt itt meg, tehát mivel borászok vagyunk, a borral sikerült megtöltenünk ezt a borbárt. Nagyon sok, nagyon szerteágazó szortimentünk van, illetve hát nyilván csak Tokajhegyalját, ha nézzük, több mint 100 féle bort bontunk, amiket meg lehet kóstolni. A kultúra az igazából egyfajta igény volt nyitás után már szinte rögtön. Szomjazik a sárospataki lakosság, hogyha csak őket nézzük, egyrészt a borra is, másrészt pedig a kultúrára is. És én azt gondolom, hogy mind a vendégek összetétele alapján jár ide a művészektől elkezdve műértőkig, vagy akár, hogyha mondjuk a nyári fesztiválokat nézzük, akkor annak a közönsége, illetve jár az egyszerű ember is, az egyszerű polgár is jár borozóba, és jó néven veszi azt, amikor mondjuk egy kiállítással találkozik. Olyan tereken, vagy olyan felületeken, ahol mondjuk előtte itt Sárospatakon nem volt. Ugye a kiállítás az egy picit, vagy maga a múzeum, a kultúra értéke, az egy picit a mai rohanó világban talán háttérbe szorul. Viszont azt gondolom, hogy ha csúnya szóval árukapcsolással olyan helyszínekre visszük akár a képeket, akár a művészeti alkotásokat, ami talán egy picit közkedveltebb a mindenkor emberének, akkor jobban befogadóbb lesz talán ez a közönség erre, és testközelbe fogja magát érezni a kultúrával, vagy a művészettel. Közösségi tér hogyan tud lenni tulajdonképpen? Hát valahol csak egy borozó, de nem a klasszikus 70-es évekbeli borozóról beszélünk. Igen, egyébként nagyon sokszor megfogalmazódott bennem bennünk az a gondolat, hogy sajnos azt gondolom nem csak Sárospatakon, hanem Magyarországon is úgy általában az a típusú közösségi tér, ami mondjuk, ahogy mondtad, a 70-es években volt ez a jó szellemiségű kocsmakultúra, most itt a pozitív gondolattal, vagy pozitív előjellel mondom, ahol az emberek munka után megvitatták a mindennapjaikat, akár politizáltak, akár a sportról beszéltek, vagy elmondták a bújukat, bánatukat, az talán a mai nap, tehát a 21. századra megszűnt. És én ezt egy kicsit problémásnak látom, és azért örülök annak, amikor megtelik a boros olyan fiatalokkal, vagy középkorúakkal, akik a munka után ide jönnek a barátaikkal találkozni, vagy a kollégáikkal megisznak egy kávét, vagy egy teát, vagy egy pohár bort. Azt látom, hogy ez a misszió, úgymond, ezt kell az emberekbe újra visszahozni. Tehát azt kell az emberekben újra tudatosítani, hogy a munka után lehet közösségi életet élni, nem csak online felületeken, hanem három dimenzióban is, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy erre jó helyszín a borbárunk. 15 júliusa ugye az volt a nyitás. Mit tapasztaltok, mennyire sikerült mondjuk azt beépülni, részesévé válni a sárospataki közéletnek, mindennapoknak, mint ahogy mondtad is, hogy akkor beülnek-e, avagy sem, vagy inkább ti a ide látogató turistáknak vagytok célpontja, vagy egy felfedezett helye? Vagy is-is? Is-is. Mindenképpen azért Sárospatak egy turisták által kedvelt és közkedvelt célpont, bárki bármit mond. Én azt tapasztalom, hogy mind természeti, mind épített, kulturális téren azért Sárospatak a hozzá hasonló kisvárosokhoz képest kiemelkedik, akár a régióból, akár Magyarországról, vagy Magyarországból. Ezért azt gondolom, hogy nem elhanyagolható az a turista áradat, vagy az a turista tömeg, aki mondjuk azt mondom, hogy tavasztól késő őszig itt megjelenik. Nyilván ezeknek az embereknek, legyen ez külföldi, mert ilyen is van, vagy magyar,
ezeknek egy nagyon közkedvelt úti célja vagyunk szerencsére, és sajnos ez az időszak, ez a téli időszakban ez kevésbé jelentkeznek a turisták, tehát ez egy korlátozott dolog. Ezért nagyon nagy munka az, megmondom őszintén, mind a mai napig, és szerintem ez egy permanens folyamat lesz, hogy akár a sárospatakiakat, akár a környező embereket mondjuk 30 kilométeres körzetben meg tudjuk szólítani, és rá tudjuk őket vezetni arra, hogy itt megjelenjenek. Ezért én azt gondolom, hogy is a válasz a kérdésedre. Nagyon sokan felfedeztek már minket szerencsére, nagyon sokan visszajáró vendégeink vannak, tehát úgynevezett törzs vendégek, akár napi, akár heti, vagy havi szinten is megjelennek. Nagyon sok az az ember, aki a mindennapjaiba beépítette azt, hogy nálunk megjelenik, hozzánk bejön, és már szinte hazajár, úgymond, akár csak egy kávéra jön be, vagy egy vacsorára. Nagyon sok az a társaság, aki hétvégente itt tölti el a szabadidejét, itt szórakozik, úgymond. Van az az igényes közönség, úgy gondolom, aki a barátaival szeret meginni egy pohár bort, és elbeszélgetni kultúrált körülmények között. Illetve van az a közönség, aki egy-egy családi rendezvényt, egy-egy baráti rendezvényt is ide szervez. Tehát én azt gondolom, hogy azért a patakiak kezdenek minket felfedezni, és ez egy jó dolog, viszont nyilván a turisták, hogyha nagy átlagot kell vonni, akkor azért a turisták az a tömeg, ami felfedezett minket, ami eltartja mondjuk a Borosborbát egy sárospatakon. Még egy dolog, ami megakadt a szemem, hogy van egy játszósarok is a Borozóban. Igen, igen, igen. Mindenképpen ugye egyrészt vendégkérésre, másrészt ugye a feleségemmel nekünk is van egy kisfiunk. Tapasztaljuk azt, hogy azért az embereknek a nagy többsége kényelmi szempontokat is figyelembe vesz az étterem vagy a szórakozása alkalmával. Ezért mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy a 6 éves vagy az 5 éves kortól a 99 éves korig itt mindenki megtalálja maga a szórakozását. Egy gyereksarkot létrehoztunk, vagy kialakítottunk, ami a gyerekeknek nagyon tetszik, nagyon szeretnek ide járni emiatt is, és sokszor a felnőtteknek ez egy plusz dolog, amikor számot vetnek arra, hogy hova kellene menni, hát akkor jönnek ide, mert ugye a gyereksaroknál a gyerekek el vannak, és addig apa, anya pedig tud bort kóstolni, mondjuk. Illetve egy nagyon fontos dolog az is, hogy előre gondolva a jövőre, hogy azok a gyerekek, akik itt fognak játszani 5-6 éves korukra, vagy korukban, azért bízom benne, hogy egy 10-15-20 év múlva szép emlékekkel fognak visszagondolni erre, és mint egy visszajáró vendégként köszönhetjük majd őket ismét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez fontos dolog, hogy a generációkat ne rekesszük ki. Egy vendégünk mondta pont nyáron, egy idősebb hölgy, hogy amikor így körbenézett a teraszunkon, hogy fiatalember itt azért jó lenni, mert ugyanúgy jól tudja magát itt érezni az unokám, aki 18 éves, illetve én is, aki 71 néhány éves vagyok. Ugyanúgy megtalálja a számításait, ugyanúgy udvariasan, és szépen ki vannak szolgálva, és közkedvelt, nagyon szeretnek ide járni, én azt gondolom, a generációkon átívelve a vendégek. Több mint 100 féle bor, azt mondtad, amit tudtok kínálni, bemutatni. Ez is egy külön dolog. Tudtok-e mindent mondjuk a borokról, mint borász, ugye? Mert hát csak felmerülnek kérdések. De mennyire, alapvetően mennyire fedi le Tokaj-hegy alját tulajdonképpen? Hogyan tudjátok a borokon keresztül bemutatni a borvidéket? Igen, ugye mi nem vendéglátással foglalkoztunk alapvetően, a feleségem és én, tehát borászok vagyunk. Mi ezt a úgymond
szoftvert hoztuk az üzletbe, tehát a boroknak az ismeretét, a boroknak a szeretetét. Ugye a szakmában dolgoztunk, tehát mind a ketten tudjuk azt, hogy hogy készül a bor, ami nagyon fontos. Hát nyilván családi segítséggel a vendéglátás részét, mint másik szoftver, az sikerült a vállalkozásunkba integrálni. És igen, ugye a százféle tokai bor, vagy több mint százféle tokai bor, az én azt gondolom, hogy a szortimentben mindenképpen lefedi a borvidéket. Tehát a nagyon könnyű, friss, üde, gyümölcsös furmintól, vagy muskotánytól elkezdve a hatputonyos asszúig itt meg lehet kóstolni mindenféle tokai bort. Törekszünk arra, ugye, amikor összeállítjuk a borlapot, hogy minden településről, vagy a tokai borvidék minden szegletéről érkezzen hozzánk bor. Sárospatak, Tolcsva, Mád, Erdőbénye, Bodrogkeresztúr a fő irányok, ahonnan, vagy a fő pincészetek, ahol partnereink vannak, teljes igénye nélkül. Ugye a másik szempont, azon kívül, hogy a szortimentet lefedjük, a másik szempont az, hogy mindenképpen előtérbe vagy forpozícióba hozzuk azokat a kisebb borászatokat, családi pincészeteket, amik talán máshol, más fórumon nem tudnak olyan intenzitással megjelenni. Én azt gondolom, hogy persze vannak több 10-100 hektáros birtokok itt Tokajhegyalján, de van nagyon sok olyan kis apró családi vállalkozás, amit érdemes és mindenképpen meg kell kóstolni, meg kell ismerni akár a helyieknek, akár a turistáknak. Nyilván azok a sárospataki borászatok, amik jól prosperálnak, amik ismertek, azokat tartjuk, azokkal kapcsolatban vagyunk, de nagyon sok olyan, akár hercegkuti termelő van, vagy akár tolcsvai termelő van, akik annyira nem ismertek, annyira nem felkapott a nevük, viszont nagyon értékes és nagyon szép boraik vannak. És jó néven veszik azt egyrészt a turisták, másrészt akár a helyiek is, amikor olyan tételt, olyan bort tudunk nekik mutatni, amit ők nem ismernek, sőt olyan borászokat, akikről még nem is hallottak. Ugye a tokai borvidék az egy nagyon tagolt borvidék, akár hogyha a településeket nézzük, akár hogyha a birtok összetételt nézzük. A fél hektáros gazdától elkezdve tényleg a 100 hektáros birtokokig vannak itt borászok. Én azt gondolom, hogy mindenkit a helyén kell kezelni. Nyilván a kis birtokosok vagy a kis borászok nem tudnak mennyiséget olyan intenzitással előállítani vagy megtermelni, hogy egy multiban ők meg tudjanak jelenni. Nekik egyedül a gasztronómia vagy a helyben értékesítés ad lehetőséget arra, hogy a boraikkal megismertessék a közönséget. Ez egy plusz fóruma az ő tevékenységüknek, ez a borbár. Én azt gondolom, hogy illetve ők is azt gondolják, tehát ez mindig csak az én szemszögemből nézem, de a visszajelzések, a szakma visszajelzése azt mutatja, hogy ez nekik egy könnyebbség, hogy biztos kezekben tudhatják azt a bort, amit ők előállítottak, elkészítettek. Én, hogyha nem is 100%-ban, de úgy be tudjuk őket mutatni a vendégeinknek, hogy azt gondolom, hogy minden információt megadva, minden tudást, minden háttéranyagot mögé téve. Ezáltal a borokat megismerik, és lehet, hogy legközelebb már nem hozzánk fognak jönni ezek a vendégek, hanem elzarándokolnak a pincébe, elzarándokolnak a borházukba, és ott személyesen megismerik őket, és mondjuk ott fognak kóstolni legközelebb. Áruld már el azt, hogy így másfél év távlatából, amikor megérkeznek a vendégek, mennyire tudják, ismerik ők a tokai borokat, egy-egy termelőt, konkrétan kérik-e azt a adott bortételt, avagy valami szárazat, valami édeset, klasszikus kijelentés hangzik el? Hát ez abszolút vegyes dolog. Van, aki célirányosan érkezik, és van, akinek mivel
Én azt gondolom, hogy vagy azt gondoljuk, hogy a bor kultúra, mint klasszikusan magyar, hogy mondjam, velejárója a magyarságnak, vagy a magyar embereknek, az most nagy reneszánszát éli. Ugye az említettem, hogy a borozók, a borbárok kezdenek nyílni Budapesten is, nagyon sok nagyobb városban is. Ezáltal a kultúrált borfogyasztás, a boroknak az ismerete egyfajta sikké válik, egyfajta trendé válik. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, nagyon kell mind a borásztársadalomnak, mind a vendéglátó társadalomnak, hogy az ember, a vendég, aki betér hozzá, az egyfajta borivási öntudattal rendelkezzen. Nyilván tiszteletben kell tartani azt is, hogyha valaki olyan bort vagy olyan bortípust szeretne megkóstolni, amit mondjuk a vendéglátós vagy a borász kevésbé helyez előtérbe, tehát azért mindenkinek megvan az a joga, hogy azt így, amit szeretne, de szerencsére én azt gondolom, hogy a vendégeink nagy többsége, vagy hogyha nem is először, de második neki rugaszkodásra, azért meg szokta hallgatni az ajánlásainkat, meg szokta fogadni az ajánlásainkat, és nagyon kevés az a visszajelzés, amikor azt tapasztalom, hogy rosszat ajánlottunk neki, vagy nem ízlett neki az a bor. Én azt gondolom, hogy ez egy két lábú dolog, vagy két oldalú dolog. Egyrészt a borászoknak az érdeme is, hogy azért egyre szebb, egyre jobb borokat tudnak készíteni a közönség nagy örömére, illetve másrészt pedig ez nekem is nagyon szép, vagy nekünk is nagyon jó visszajelzés, hogy meg tudom ismerni a fogyasztót akár egy 2-3 perces beszélgetés után, és olyan borokat tudok neki mutatni, amivel ő gazdagabb lesz, ő szereti. Nyilván egyfajta misszió is az, hogy irányítsuk egy picit a közízlést. Mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy melyik a legjobban működő bor, melyik bor fogy a legjobban. Én mindig azt szoktam erre egy picit cinikusan mondani, az a bor, amit mi ajánlunk. Tehát ez nagy fegyver van a kezünkben a kollégáimnak és nekem, hogy azokat a borokat, amiket egy picit, hogy mondjam, számunkra is kedvesebb, vagy úgy gondoljuk, hogy ez tényleg egy kiemelkedő tétel, az egy nagyon jó ivású bor. Egy picit azokat, hogyha jobban ajánljuk, akkor az azért a forgalmunkon is, mármint a bornak a forgalmán is meglátszódik. Viszont nyilván azért balanszírozunk a borászok között, hogy ne legyen senkinek emiatt hátránya. Tehát a vendégek, visszatérve a kérdésedre, eléggé heterogén társaság. Tehát van, aki nagyon célirányosan is tudja, hogy mit szeretne, azelőtt meghajlunk, viszont van, aki tényleg úgy jön be, hogy uram, ajánljon nekem egy jó bort, vagy többet, rakjunk össze egy borsort, kóstoljuk meg, tényleg a száraz, könnyed furmintól, vagy muskotánytól elkezdve az édes asszúig, vagy szamorodniig. Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon nagy kihívás. Egyrészt, amikor valami döntést kell hozni, és kiismerve a fogyasztót egy jó döntést kell hozni. Másrészt, amikor a céltudatos vásárlót, vagy az előítéletes vásárlót kell egy picit megváltoztatni, meggyőzni, hogy hát lehet, hogy jó az a bor, mert azt olvasta róla, hogy jó, de kóstolja meg ezt, ez lehet, hogy nincs annyira túl dimenzionálva, túl marketingelve vagy reklámozva, de minimum olyan jó ez a bor is, mint az, ha nem jobb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon változó a közönség összetétele. És nálatok az ízek ugye nem csak a borokban, hanem konyhai szinten is megjelenik. Ez mennyire autentikus, mennyire helyi tulajdonképpen a konyhátok, hogyan igazodik Tokajhegyaljához vagy Sárospatakhoz? Ugye amikor másfél évvel, vagy már kicsit több mint másfél évvel ezelőtt megnyitottunk, akkor az volt az ideánk, hogy borkóstolás,
és csak olyan típusú hideg tálakkal, vagy ilyen tapaszokkal, amik nagyon trendiek, nagyon jól mutatnak, sajtokkal, sonkákkal, különböző krémekkel. Nyilván amiket itt készítettünk, illetve hát a sajtokat, sonkákat pedig a környező kistermelőktől, őstermelőktől próbáltunk, igyekeztünk beszerezni. Viszont kisvártatva arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezek a hideg dolgok egy idő után a turistáknak, vagy a turista szezonban ezek működnek. Viszont ugye, amikor beköszönt a hosszú és hideg tél, és a sárospatakiakra lehet majd, hogy nem kizárólag számítani, akkor ezek a dolgok, ezek egy picit kiüresednek egy idő után, és unalmassá válhatnak. Hiába próbáltunk mi mindenféle extra dolgokkal, akár csak tálalásban, akár kivitelezésben variálni, azért nagyon hamar rájöttünk arra, hogy ezeket a borokat nem csak ezekkel a hideg dolgokkal, hanem egy picit fejlődve a konyhánkat, vagy fejlesztve a konyhánkat, másra is meg kell támogatni. Ezért ugye egy év után, vagy a következő nyáron megnyitottuk a grill teraszunkat, ugye ami egyrészt egy látványos dolog volt, nagyon jól fogadta mind a sárospataki, mind a hozzánk ellátogató közönség. Tehát a látvány miatt is, illetve szortiment vagy választék bővítés szempontjából is ez egy nagyon fontos és nagyon nagy lépés volt nekünk, ez a grill terasz. És már nyáron gondolkodtunk azon, hogy ha megint beköszönt a hosszú hideg tél, akkor ugye a grill teraszunkat be kell zárni. Ezért itt az épület egy részében sikerült kialakítanunk egy olyan típusú konyhát, ami most a téli időszakban, vagy a hideg időszakban is ki tudja szolgálni azokat az igényeket, amiket mi támasztottunk, illetve hát a vendégeink támasztottak felénk irányunkban, és a borok mellé egy olyan típusú vendéglátást, egy olyan típusú konyhán tudunk előállítani, ételeket kreálni, amik azt gondolom, hogy ez szintén vendégvisszajelzés, hogy bármelyik nagyvárosban, vagy akár Budapesten is megállnák a helyüket. Ahogy kérdezted, vagy a kérdésedben benne volt, ugye a mai tudatos fogyasztó elvárja azt, hogy azt, amit megeszik, megiszik, tudja, hogy honnan jött, ezért, és előtérbe helyezi azt, hogyha helyi alapanyagból dolgozik a vendéglátás, vagy a vendéglátó, ezért mi is odafigyelünk arra, hogy olyan termékeket, olyan alapanyagokat használjunk, amiket be tudunk itt a környező őstermelőktől, vagy a környező beszállítóinktól szerezni. Nyilván azért Sárospatak, vagy ennek a régiónak azért vannak korlátai, de én azt gondolom, hogy ebben is nagyon sokat fejlődött, akár csak, hogyha ezt a másfél évet nézzük a régió. Akár sajtokban, húsáruban azért tudunk, illetve hát van olyan kapcsolatunk, van olyan beszállítónk, akikkel már régi, hogyha a másfél évet nézzük, az réginek mondható, aki már régi a kapcsolatunk, az üzleti kapcsolatunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos, és az egy nekünk is egy jó visszajelzés, hogyha tetten érhető a beszállítónk, tehát bármi probléma van, nem szokott lenni, de akkor személyesen ezt meg tudjuk velük beszélni. Illetve hát a vendégeknek is jól kommunikálható ez, hogy ez egy hercegkuti húsáru, vagy egy sárospataki sajt, vagy bármi olyan termék, ami helyhez kötött. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó dolog. Nem beszélve arról, hogy azért ezeknek a termelőknek, vagy ezeknek a gazdasági szereplőknek azért csak úgy van, én azt gondolom, esélye, hogyha összefog, szorosan együttműködnek, akár
akár az élelmiszeriparban, akár a vendéglátásban azért nem egymásnak az ellenségei vagy konkurenciái vagyunk, hanem sokkal inkább szerintem kiegészítjük egymást. Ugyanúgy küldött hozzám például Komlós Károly, a sajtos beszállítónk vendéget, ahogy én küldtem hozzájuk az ő sajtkonyhájukba vendéget, hogy látogassák meg őket. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, és ez tetszik a vendégeknek is, tetszik a turistáknak is például, hogy itt szórólapokat tud összeszedni, és egyfajta ilyen turisztikai tájékozódásként itt tud tovább lépni, megismerni a vidékünket, úgyhogy igen, erre odafigyelünk. Ugorjunk vissza a borokhoz és termelőkhöz, mert hogy időközönként vannak külön estek, ahol bor bemutatók is itt a ház keretein belül rendeztek. Miért van erre szükség tulajdonképpen, és ez milyen jelleggel működik tulajdonképpen? Ugye szintén ez egy gazdasági megfontolás volt első lépésként, aztán ez nagyon, nagyon szépen bevált, nagyon jól bevált ez a tematikus borkóstoló estek, úgymond. Ezt is a kvázi, hogyha úgy mondjuk a szezonon kívül kezdtük el megrendezni, tehát a téli időszakban. Egyrészt, hogy legyen egy kis mozgás pestesen szólva a borbárban. Másrészt ugye, hogy olyan platformot tudjunk nyújtani azoknak a borászoknak, akik itt megjelennek nálunk a boraikkal, hogy a vendégeink, legyenek azok turisták, legyenek azok sárospatakiak, vagy környező településekről érkezők, megismerjék az ő arcukat. Ugye említettem, hogy nagyon sok kis termelővel dolgozunk, nagyon sok kisebb borászattal dolgozunk, akiknek hát nem hogy az arcát nem ismeri a vendég, hanem sokszor még ugye a nevét is, vagy a nevét sem, bocsánat. Én azt gondolom, hogy a borászoknak is ez egy jó fóruma, egyrészt, hogy őket megismerjék, őket bemutathassuk, másrészt pedig ugye a vendégek is szívesebben veszik azt, bármennyire is szakértő a kollégám vagy én a borok tekintetében, hogyha magától a borásztól, magától a készítőtől kapják meg azokat az információkat, amikre ők kíváncsiak. Úgyhogy ezt a tavalyi ősszel, télen, tavasszal indítottuk ezeket a programsorozatokat, a Borászok a Porondon néven, amik hétről hétre nagy érdeklődésnek tettek számon. Én azt gondolom, hogy ez egy háromlábú szék volt, tehát mind a borászok, mind a vendégek, mind pedig a borbár nagy megelégedésére zajlottak ezek az események. Ezeket most idén télen újra elővettük, ezeket a rendezvényeinket, már volt is ilyen típusú programunk decemberben, illetve most januárban is, illetve hát most februártól szintén ezeket fogjuk csinálni. Ezeket mindenképpen, én azt gondolom, hogy az érdeklődés nem lanyhult ezekkel kapcsolatosan, úgyhogy én nagy jövőt látok ebben. Akár informatív jelleggel is, tehát nagyon sokszor ezek a borestek, mi visszahúzódunk, mint borbár, és csak a borászról szól, tehát egyfajta borkóstoló tart az adott borász. Sokszor volt olyan például, hogy leült az asztaltársaság mellé, és amikor már letudta a kötelező köröket, akkor a program lezárása után is itt maradt velük, és beszélgetett, válaszolt a kérdéseikre. Én azt gondolom, hogy ez jó dolog. Ugye nagyon sokan vannak, akik akár csak távolság vagy logisztikai problémák miatt nem tudnak elmenni bizonyos borászatokhoz. Viszont itt meg tudják ezeket tapasztalni, ezeket a borászokat, ezeket a borokat. Én
Én ezt jó ötletnek tartom, és szerencsére vendégeink is, illetve a borász kollégák is ezt szeretik. Nyilván azzal, hogy most már egy komolyabb konyha technikánk van, ezáltal a klasszikus borvacsorákat is vagy sem kell elfelejteni. Erre is vannak próbálkozásaink, vannak ötleteink. Például most majd ugye februárt írunk, a Furmintnak van most a hónapja, tehát a Furminttal kapcsolatos rendezvényeink fognak most előtérbe kerülni. Én azt gondolom, hogy erre is igény van, igény lesz, mivel Sárospatakon sajnos a borászat, vagy az egész borkultúra, én azt gondolom, hogy ilyen 2-3 évvel ezelőttig annyira nem volt, hogy mondjam, előtérbe helyezve, vagy akár 4 évvel ezelőttig, viszont vannak olyan kezdeményezések, akár a borterasz, akár a borfesztivál, ugye a hegyközségnek az élén is most már egy fiatal generáció van, aki egy picit ezt az életet talán egy picit felkavarja, vagy ezt az állóvizet itt Tokaj-hegy alján belül Sárospatakon. Ugye vannak nagyon jó kezdeményezések egyébként a borvidéken, jellemzően főleg a déli, tehát a mádi részeken. Hasonló programokat, hasonló ötleteket kell itt Sárospatakon is megvalósítani, és azt gondolom, hogy a bor és a kultúra és a történelem nagyon szépen együtt tud majd járni a jövőben, és azt gondolom, hogy az a típusú turisztika vagy turizmus, amit mindig óhajt a város, mindig beszél a város róla, az előbb-utóbb itt meg fog valósulni, és be fog ez indulni. Én teljesen pozitívan és optimistán látom ezt a jövőt. Zoltán és felesége saját utat választottak, egyfajta hivatásként, amit a szőlő, a bor és a helyi értékek mentén az állandó újítás és a lehetőségek keresése jelent. Az út az hosszú lesz. Tudják is jól, hogy még az elején járnak, de ők rajta akarnak maradni.